elmondanám, hogy eddig mi történt. Igazából csak annyi, hogy megregisztrünk itt kint a piacon. Valahogy nem vitt rá lélek, hogy megnyomjam a felvétel gombot. Ne kérdezzétek, hogy miért. Most viszont, mivel vasárnap van, menjünk egyet, kávézzunk. Nem gondolnám, hogy túlságosan élménydús lesz ez a mai vasárnap, de majd meglátjuk, hogy mit rejt a nap. Egyelőre még nagyon korai erről beszélni. Majd remélhetőleg lesz egy olyan vlog, amikor tesztelem a... Mi ez? Lollert. A Lollert, amikor tesztelem a Lollert. Lányok, mi legyen a mai vlognak a témája? Hogyan éljünk jól, Makó? Vagy a makói huligánok? Vagy az, hogy... durum a köbön. Újjúj. Vagy az, hogy... Hát, hogyha a lányokra bízik a mai vlogot, akkor azt hiszem, hogy nem lesz belőle nagyon semmi. Gyors látogatást teszünk Tamásnál, az Eperfarmos Tamásnál. Egy korábbi részben már voltunk futólag kint, akkor még nem volt eper rajta, nem volt termés. Most remélhetőleg látunk eperszedést. És abban is bizakodom, hogy meg is tudunk kóstolni belőlük egy-két szemet. Kész vagytok? Igen. Hello, Gabi! Hello! Azt mondták a nézők, hogy nagyon cuki vagy, és hogy kár, hogy nem hagyod magadat videózni. Nem járulok hozzá a videó felvételhez. Videó hang felvétel. Már örül is. De ne, Peti, most muszáj így, ilyen állapotban? Igazi munkás ember vagy, Tobi. Valaki dolgozik. Megmutatom az eredményet. Nézzük az eredményt. Jaj. Ha valaki jól dolgozik, akkor ilyet fog találni. Wow. Ez már ki van, miért ne vagy bele lehet tenni? Hát, nem láttam. Voltod, de nem láttam sem. Oda néz! Jó, akkor majd csörgök, hogy mi van. Hát ez már, pedig ez izom póló volt, ennyire kinyúlt már. Valaha volt, vagy nem lettél már olyan... Belefogytam, mert tudod, de izével. Vagy már nem vagy olyan izmos. Vagy nem volt rajta a farmer gatya, és akkor ilyen... De hát ez kell, tudod, ez izével. Divatosan, ezt így kell, érted. Azt a ekkora! Nézd már, ekkora kezem! Egy tenyérnyi szerelem. Amúgy ez bio, semmivel nincs elocsolva. Kaptam egy ilyen szép darabot, amit most meg fogunk kóstolni. Ezt kóstol meg, ez sokkal pirosabb, édesebb. Megkóstolom mind a kettőt. Jó, kóstol meg, nézzük a reakciódat. Várják, ez az A. Teszteljük az A. Ami is kurvára. Csak ne csámcsog. Jó. Nagyon jó. Tessék. Én is kóstolom. Nagyon szép. Ez az extra, amit tesz, ennek meg 2000 kilója. Hol lehet ebből az eperből venni? Hát kérlek szépen Demko Tamásnál. Keresétek Demkót, amit, hogyha szükségetek van ilyen extra durva jó, nagyon finom Facebookon eperre. Megtalálnak, üzenetbe lehet Facebookon, majd belerakom a linket, a Facebook linket ide a leírásba, a videó leírásba. Hú, hibátlan. Nekem nagyon tetszenek ezek a kérdez-felelek időszakok, amikor feltesztek nekem kérdéseket, és akkor én meg így egy-egy vlog alkalmával megválaszolom azokat. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt valahogy beleépítenénk rendszeresen a vlogba. Azért arra szeretnének kérni titeket, hogy ha van bármivel kapcsolatos kérdésetek, de tényleg legyen ez bármi, akkor azt kommenteljétek be mindig a videók alá, és akkor én majd meg fogom válaszolni őket a vlogokba. Ha a mobiltelefonon nézitek a vlogot, akkor eléggé a legaljára le kell görgetnetek ahhoz, hogy tudjatok hozzászólást írni. Nem hiszitek el, de sokan nem tudják, hogy hol van ez a hozzászólás rész. Én sem tudtam legelőször. Amikor megnéztem a mobiltelefonon, hogy mennyit kell legörgetni, katasztrófa.
Egyébként a leggyengébb pontja szerintem a YouTube-nak ez a komment, a videó kommentelős része. Hát ha ez a jövőben majd valaki másnak is szemet szúr és javítani fogják. Vagy ha nem is javítják, akkor legalább fejleszék, hogy kicsit könnyebben lehessen hozzászólni egy-egy videóhoz. Nem is szeretném tovább rabolni az időtöket, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Mindenkinek jó munkát kívánok, ha már dolgoztok. Legyen szuper hetetek! Találkozunk holnap. Sziasztok!